Szerintem előre megy. Sok szeretettel köszöntjük a kedves közönséget. 2004 tavaszán történt az velem, hogy igen, kedvelt és nagyra becsült kollégám és barátom Cseh Péter, kit köszönhetünk a közönség soraiba valahol, meghívott engem, mint vendégművészt, hogy erősítsem a Zenebona formációnak a sorait. Nagy örömmel tettem akkor eleget ennek a meghívásnak, és egyből magával ragadott ez az érzés, amit ért engem, ez a tisztaság, és ez a olyan szintű hiány a civilizációján ártalmainak, amivel sokszor jobban érzem magamat a mögöttem látott embertársaim között, mint más helyeken. 2006. decemberében pedig megkaptam azt a meghívást, ami nagy örömmel töltött el, a megüresedett vezetői posztra engem szemelt ki a vezetőség. És mint olyan ember, aki már több évtizede, már második évtizede zenészségre neveléssel foglalkozom a magam öröméért, úgy gondoltam, hogy most becsukom a szememet és álmodni kezdek. És elkezdtem álmodni. Végnéztem magamban lecsukott szemeim mögött ezeken az embereken, és azt mondtam, hogy neki adok a kezébe egy dobot, neki egy gitárt, neki egy másik hangszert, és megint neki egy másikat, a következőnek meg egy mikrofont. És most 2008 áprilisa van, ahol is büszkén és örömmel ejthetem ki a következő mondatot. Hölgyeim és uraim, a színpadon a Zenebona együttes. Thank you.
Köszönöm. Szeretnék álmodni egyszer, ó,
Köszönjük! Béke veletek!